Sziasztok, Rikári féle Kurta vloggal jelentkezem. Itt vagyunk Kőbánya városközpontban, és egy legendás régi 70 éves Ikarus autóbusz mellett állunk. Mai nap nosztalgia autóbuszként közlekedik itt N62-es jelzéssel a régi hagyományos 62-es vonalán, ugye Kőbánya városközpont és Rákoskeresztúr Ferihegyi úti elágazás között. Az autóbuszról azt kell tudni, hogy az 1950-es években gyártották, 51-ben fejlesztették ki a típust, és egészen 59-ig volt gyártásban. Azért lett Ikarus 60-as, mert az autóbusz 60 személyes, 23 ülőhelyen és 37 állóhelyen rendelkezik. Tervezték ennek az 50-es változatát, az 50 személyes, de abból nem lett sorozat, és voltak elővárosi, illetve távolsági kivitelek is, Ikarus 601-es és 602-es, ezek egyajtósak voltak, és a 602-es az magasabb is volt, nagyobb kerékátmérővel, hogy gyorsabban tudjon menni ugyanazzal az áttétellel. Az 50-es évek nagyon jó bevált típusa volt ez, és egészen a 60-as évek végéig koptatta a budapesti utcákat. Az 50-es évek végén pótkocsikat is akasztottak hozzá, hiszen nagyon nagy volt az igény a tömegközlekedés iránt, és a kis autóbuszok nem bírták elvinni az utas forgalmat. Később ebből a típusból lett az első magyarországi csuklós autóbusz is. Egy pótkocsiból és egy ilyen Ikarus 60-as autóbuszból a fővárosi autóbusz üzem főműhelyében épített össze az első magyarországi csuklós buszt. Volt a típusból trolibusz is, és a trolibusz, Ikarus 60T trolibusz is járt pótkocsival. Felszálltak az utasok, lassan indul a busz, mi pedig vesszük fel a további vágóképeket.